Jó reggelt! Jó reggelt! Utána olvastam nagyon minimális információkat meg a Bledi tónak, amiről kiderült az, hogy itt a Júlia Alpokban ez a második legnagyobb tó, pedig nem egy nagy tó, mert 1,5 négyzetkilométer a felszíne, a legnagyobb mélység olyan 30 méter körül van, és gletszerek formálták, hogy tektonikus eredetű, és van az a kis sziget ott a másik végében, tehát ez a, hol vagyok én? Én a keleti végében, akkor ez a nyugati végében van, és azon van az a templom, ez a Szűz Mária búcsújáró templom, 17. században építették barokk stílusban, 52 méter magas a tornya, és még most is szoktak esküvőket, keresztelőket tartani ott, tehát népszerű a hely, nagyon sokan szoktak arra járni, turisták is. Itt vannak csónakok, itt láttam tegnap este, ahol ott leültem sörözgetni, hogy biztos, hogy azokkal mennek itt körbe-körbe a tavon, mert nagyon úgy nézett ki, hogy az olyan sétahajószerű. No! Hát oda is be kéne nézni, abba a templomba, és ugye látszik a vár. Tényleg a váron még nem is olvastam, hogy a vár az mit tud. Kissé felhős az idő, amúgy az annyira nem tetszik, mert akartam volna drónozni egyet, de hol vagyok? Inkább a másik irányba indulok el. Na mindegy, szétnézek. A kacsák még mindig itt vannak. És most már ugye nyilván sokkal jobban látszik minden. Ó, szép, tényleg szép ez a hely. Tényleg szép ez a hely. Abszolút nem csodálom, hogy járnak ide a népek. Mondták a szálláson, hogy hát igen, sokkal kevesebb a vendég, éppen ezért nem is tartanak 24 órás recepciót, hanem napközben egy pár órát vannak, ugye reggeliztetnek, ilyesmi, és utána bezár a bazár, valami 2 óra körül, 10-től 2-ig vannak, már jó a reggeliztetés leszámítva, és ennyi. Utána pedig ez az elektronikus rendszer működik, amit, ahogy már említettem, én annyira nem bánok. Úgyhogy ennyi, azt mondták, hogy itt nem kell maszkot hordani, csak távolságot kell tartani az emberektől, hogyha valaki mondjuk egy boltba bemegy, és hogy ja igen, hogy pont jókor jöttem, mert holnap valami nemzeti ünnepük lesz, úgyhogy minden be fog zárni. Úgyhogy még szerencse, hogy a tegnapi napon érkeztem, ma vagyok itt, és indulok is tovább, le fogok menni Horvátországba, mert ott fogok találkozni a többiekkel. Úgyhogy ennyi. Még azt akartam megemlíteni, hogy a magyar-osztrák határon semmiféle ellenőrzés nem volt, tehát ott gyakorlatilag annyi történt, hogy intettek a bóréból, hogy lehet menni, de hát ugye az EU-s tagállamok egymás között közlekedhetnek szabadon, és az osztrák-szlovén határon állított meg a határőr, elkért az igazolványt, belenézett, aztán intett, hogy lehet tovább menni. Kíváncsi leszek, hogy a horvát határon mi lesz, ott pedig, ha jól olvastam, akkor be kéne regisztrálni előre, illetve nem muszáj előre beregisztrálni, csak mindenképpen a határátkelésnél regisztrálni kell, aki ezt előre megteszi, az gyorsabban áthalad. Én valami kis határátkelőn szeretnék átmenni, úgyhogy remélem, hogy ott nem lesz sor. Én nem regisztráltam előre, mert azt se tudtam még, hogy mikor megyek Horvátországba, meg hogy hol lesz a szállásom, meg stb. Ilyen dolgok. Úgyhogy egyelőre ennyi. Na akkor, hát kicsit felhős az idő. Jó lett volna egy ilyen verőfényes napsütés, abba jobb drónozni. Meg itt valami pályát csináltak itt a tavon, itt látszanak ezek a kis bóják, de egész végig. Na csak. Ez nem tudom, mit jelent. Nem baj, szétnézünk fentről. Ez a templom éppen nyitva van. Ezt már olvastam egyébként, hogy nem igazán őrzi úgymond senki, tehát nincs ilyen külön beléptetés, hogy így mondjam, mint mondjuk egy múzeumban, bárhol, vagy más katedrálisokba, bazilikákba. Úgyhogy menjünk be, nézzünk szét, de csak halkan. Na kérem, tisztelettel indulás. Irány egy szlovén látványút. Fogalmam is most hirtelen, hogy mi a címe, leve, bármi. Ott fog találkozni Zsozsóékkal. Hát de kis trükkösek vagytok. Még jó, hogy ki tudok menni. Na. Elképesztő panoráma van erről az útról, azt tudom, hanyas számú, de ilyeneket lehet látni. Most tulajdonképpen Ausztriában vagyok, mert van Szlovénia északi részén van egy kis ilyen csücsök, Ausztria benyúl, belóg Szlovénia területére, és én bal oldalról érkeztem Ausztriába, és majd jobb oldalt fog újra Szlovéniába kimenni, de ezt lehet látni. Fú, te jó ég, de ez gyönyörű. Az út az ilyen egynyomtávos, elfogadható minőségű, de nem annyira nagyon klassz. Na, újra Szlovéniában. Amit látható, teljesen át lehet járni a két ország között, itt senki nincs, úgyhogy nyilván nem kérnek semmilyen dokumentációt, meg semmit ezeken a kicsi határátlépőkön. Ezek jó. Le van zárva az út. Nincs más lehetőség, hogyha én a találkozási pontra akarok menni, akkor ebbe az irányba kell jönni. Viszont állítólag ez itt csak részben van aszfaltozva, tehát van olyan része, ami nincs aszfaltozva. Hát majd kiderül. Nem rohanunk sehova, ezért itt megállunk. Aha, ott fog majd kezdődni a murvás rész. Aha, innen van murva. Hello? Hello? Aha. Na most ez itt a kilátás a Solčava panorámaútról. Igen, tehát teljesen fenn vagyok ott most a Szlovénia északi részén. Mondjuk ez most pont itt a déli rész. Azt hiszem, hogy az az út, ami ott lemegy, az lenne az, ami most le van zárva, és ami ott kellett kerülni. Na, gyerünk tovább. Ebben a pillanatban érkeztem meg. Ebben a pillanatban érkeztem meg. Most. Kurva jó. Cső. És aztán majd nyergely fordul. Le van zárva az út. Le van zárva? Le. Le van zárva, és felterelik a forgalmat hegyre, ahol ilyen földút, ilyen kavicsos, vackas szar. Ott jöttem át. Na szóval csak sikerült összefutni, ugye? Hello! Hello everyone! Igen, hol vagyunk? Képzeljétek el, hogy... Szlovénia északi részén. Szlovénia északi részén vagyunk. Egy látványúton, ami le van zárva. Nekem kellett átjönnöm a hegyről, a hegyen. Ti a másik irányból jöttetek. Solčavku. Na? Solčavka. Solčava. Solčava. Jó. Az idáig eltelt út jó volt? Nagyon jó volt, de jó, hogy itt vagyunk. Örömmel érkeztünk meg. A normális utak, a normális emberek és a normális viszonyok hazájáról. Így van. Na, úgyhogy ebédeljünk, aztán megyünk délnek. Oké, volt mindenki. Rántott hús. Rántott hús. Csirkehús. Én bizonyos megfontolások alapján azt mondanám, hogy a kirántott hús. Jajjaj. Ó. Akkor jó étvágyat. Jó étvágyat nekünk. hiszem, jó helyen állok. Na, most már jobb helyen állok. Predjama. Na. Na, Zsuzsókám, gizdabótba jártál? Mi volt ez? Micsoda? Mondom, gizdabótba jártál? Mi volt ez? Ott álltam vörösködve. Megmutatta az éveket a helyi ember? Hát... érdekes volt. Ah. Én inkább féktávokon hoztam vissza a dolgot, mert én nem mertem belemenni úgy a kanyarukba, hogy ismerek. Hát úgy voltam vele, hogyha ő... Hát na jó, de ő se tudja, hogy... Azt gondoltam, azért mész utána, mert hogy helyi ember ismeri a, igen, mondom, mi van, az utat. Utassal biztos nem megy bele, hogy ilyen... Hát, ez... hát mi van, ha nem? De figyelj, nem volt olyan gáz, nem? De. De? Mi ez? Predjama. Te voltál már, Tomi? Nem. Nem még. Én sem voltam. Én egyszer voltam, egészen odáig sikerült eljutnom, ugyanis szakadt az eső. Úgyhogy nem mentünk be, nem találtunk semmit, talán majd most. Hová mű? Hát, üdvözlöm! Menjünk a kastélyba. Hová valósíthatjuk? Debrecenből. Nagyon akkor. De ez kiderült. Te még úgy észre. Jó napot! Jó napot kívánok! Ne jót! Akkor most már megyünk szét, nézzünk? Igen. Igen. Hú, de ennék valami jó kis sütimütit. Hát a kijöttünk el sütimütit. Hú, gyerekek, azért ez no drone zone. Én rendkívül szomorú vagyok. Az aquileiai patriarchák idejében építették. A vár legismertebb lakója Erasmus volt, aki a 19. század második felében élt itt. És éppen róla szól a várral kapcsolatos híres legenda. Na szóval, nagyon érdekes ez a vár, mert ugye egy sziklával van bevájva, és ezáltal rendkívüli módon védett. A leghíresebb sztori az egy Erasmus nevű figurához kötődik, aki úgy védte ezt a várat, hogy egyszer nem tudtak vele mit kezdeni, mert ezen a balagrendszeren keresztül, amit a várhoz kapcsolódik, amit az ellenfél nem tudott, folyamatosan utánpótlással látta el a védőket, és ezáltal hát ki tudtak tartani elég sokáig. Úgyhogy elég érdekes ez a vár. Lehetetlen rövid idő alatt bemutatni, érdemes eljönni és megnézni. Na, és ugye áll mint Katiba a gyerek. Tessék. Ott a Kati, ott a gyerek. Tulajdonképpen azt a tájékoztatóban is elmondták, hogy nem igazán kellemes itt az élet ebben a várban, mert hideg, nyírkos, sötét, viszont biztonságot nyújt, és ez volt az egyik legfontosabb, hogy ez itt biztonságot nyújt. És tényleg jó, kellemes, nagyon kellemes, hűvös idő van ide bent. Gondolom, ez nagyjából tartja a téli-nyári hónapokban is ezt a hőmérsékletet. Hol astozzuk? Hú, meg itt is van. Zöld. Oda befele. Aztán. Szép kilátás. És akkor ott jó? Ez az ilyen tényleg a klasszik? De hogy itt a klotyó. Értem. Hát abból a lukba söpörték bele a cuccot. Ezek szerint. Pszichedelikus állapotban foglalt ötlete, hogy ide várod. Várjon. Hű, de klassz volt itt följönni. Ó, anyám. Menjünk, együnk egy fagyit. Itt a háló. Nekem ez tetszik. Nekem ez nagyon tetszik. Robi. Kellemes meleg. Bookingon foglaltad? Igen, bookingon foglaltam. Az a kettő, harmadik meg ott alszik a szőnyegen. Nagyon tetszik. Jaj. Jó napot. Na ott mi van? Itt van a másodlagos védelmi zóna. Betöltek a kaput. Innen tudták védeni a folyosót. Ja, aha. Értem. Van itt még, ahol lehet fölfele menni. Ezek a lépcsők, mondjuk ezek még normálisak, nem úgy, mint a másik. Ó, az igen. Paszta. Menjünk még feljebb. Azt a mindenit! És arra még mindig fölfele. Hú, te jó Isten! Ez tényleg zegzós. Gyere csak! Oda nézzél be, ott mi van benne? Aha. Ott fölfele folytatódik az egész. Ezt nem lehet így visszaadni, el kell jönni és meg kell nézni, mert tényleg nagyon jó program. Nem mellesleg olyan utak vezetnek ide, ami motorozás szempontjából ideálisnak mondható. De lassan kell rajtuk vezetni. Lassan kell rajtuk. Elővigyázatosan. Hiába mutatja a helyi erő, hogy hol vannak az ívek, nem szabad inni. De jó íveket mutatott, állítólag. Mesélték mások. Na, Pápávár, szavaz Predjama, irány Opatija. Oh. Kurva jól nézhetek ki most egyébként szétzilált fejjel. Inkább titeket mutatlak. Mert az sokkal jobb. Horvát határ, semmit nem kértek, semmit az ég egyet a világon, még a igazolványt sem nagyon akarták megnézni, csak ez a gyerünk. Fölgyűlt a sor. Mint a csapot. Fölgyűlt a tömeg, a dugók, kinyitották a, nem tudom, a harmadik bódét, onnantól kezdve mindenki letisztult szépen, úgyhogy ennyi volt, tehát az ég a világon semmit nem kell. Nem kell kitölteni nyomtatványt, meg mit tudom én ilyeneket igazolni, hogy hol van szállás, semmit. Menni az kész. Na, ennyi az egész. Mi hova megyünk? Opatiába. Opátiába. Visszább van! Visszább van! Fordulni! Jó, hát akkor menjünk körbe. Lesz az nekünk? Jó lesz nekünk ez a parkolás? Nem lejt ez nagyon? You can park where you wish, also here up, maybe it's better for you. Jaj, várjál, bazd meg, én így maradtam. Oké, thank you. 20 perc múlva itt a taxi, hogy elvigyen. Hello! Nézzük már a Júliának a szobáját, nagyon szép. Egyedül fog itt horkolni. Amúgy, ja, hogy itt van a konyha, meg a minden. Aha. Fogas. Mit csinálsz? Fogas, nincs fogas. Nincs fogas. Íme. Még van medence is. Meg hát a tenger. Hűha, viszont a 20 perc szóval itt a taxi, akkor öltözködni kéne. Akkor viszont lehet, hogy én is be fogok hozni ide pár cuccot. Hopp, egy fürdő. Készülünk. És a nászutas lakosztály.